2022 és 2023, ez a két fontos dátum a 3-as metró felújításának történetében, tehát már belátható időn belül átadják a Calvin tér és a klinikák közti szakaszt. Lementünk a föld alá és megnéztük, hogy hogyan halad az építkezés. Aki valaha belefogott már lakás vagy házfelújításba, az pontosan tudja, hogy milyen piszok nehéz munka. Képzeljék el azt, hogy egy olyas valamit kell újjávarázsolni, amihez 40 éven át nem igazán nyúltak hozzá. Adják hozzá azt is, hogy ez a bizonyos dolog 30 méterrel a föld alatt van. Hogy nehezítsük a helyzetet, 800 ember párhuzamos munkája kell ahhoz, hogy minél hamarabb befejezhessék. Na, körülbelül így néz ki a 3-as metró belvárosi szakaszának felújítása. Hogy pontosan miről is van szó, azt jól tudja Pollik Tamás építész. Neked már az óvodában is metró volt a jeled? Igen. Komolyan? Igen. Én így emlékszem, de nem biztos, hogy az. És Radnai Tibor építőmérnök is. Egyikük sem ma kezdte a szakmát. 16 éves koromban emlékeim még mindig előjönnek, és akkoriban egy sötét alagúton kellett végigmenni építés közben, térdigérő gumicsizmába. Ezek a szakemberek kalauzoltak végig minket a metró felújításának emblematikus helyszínén, a Calvin téri állomáson. Itt szellőzik a metró, vagy itt így van, Itt tudunk friss levegőt az állomáson bejuttatni. De még mielőtt feltárulnának előttünk a mélység titkai, először nézzük, hogy mi is zajlik a föld fölött. Irány a Calvin téri flaster, ahol már tavaly november óta metrópótlóbuszok viszik az utasokat. Mit szólsz most, hogy felújítják, mennyire nehezíti meg az életed? Hát egy kicsit. Meg nem az éti szó, csak egy gond van vele, hogy enélkül nem újítható föl, ez viszont logikus. Akkor már várja, hogy vége legyen. Hát igen. Ezt meg lehetett volna oldani másképp is, Bécsben voltam egy párszor, ott nem volt ez. Megkeseríti az emberek életét a felújítás, ez biztos. De az is bizonyos, hogy nem egyszerű egy napi 500 000 utas szállító föld alatti vonatot buszokkal helyettesíteni. Most ugorjunk egy kicsit vissza az időben. A helyszín ugyanez, csak az időpont más. 1973-at írunk. Az utóbbi években szép fővárosunk sok pontja egy-egy felbolygatott mékashoz hasonlított. Akkor már nagyban folyt az itt futó 3-as metró építése. Nézzük, hogy akkor mit szóltak az emberek az építkezés miatt kialakult káoszhoz. Nagyon nehéz, de ezt ki kell bírni, mert ha kész lesz ez a metró megoldás, ahogy legalábbis láttuk az újságban, akkor ragyogó lesz. Önöknek azért most néhány esztendeig türelemmel kell lenni. Türelem miatt, de meg fogja érni, azt hiszem. Egy kicsit, mintha türelmesebbek lettek volna, de az is lehet, hogy a pártállami időkben nem volt ildomos a kritika. Van egy hangos kisebbség, amely ezeket a felújításokat, az ebből kifolyólag bekövetkező torlódásokat kritizálják. Nyilván ilyen hangok mindig lesznek, de úgy gondolom, hogy a nagy többség érti, megérti, hogy miért van fennakadás. És most végre járjuk a dolgok mélyére, irány az aluljáró. Üzemi terekbe fogunk bemenni. Pollik Tamás építészmérnök vezetésével indultunk el a Calvin téri állomás mélyére, ahol tavaly november óta faragnak. Várjál ezt, hogy kell beállítani. Magyarország leghosszabb és legtöbb utasát szállító metróvonalának felújításába 2017-ben kezdtek bele. Mondanám azt, hogy éppen időben, de inkább az utolsó előtti pillanatban. A metró közlekedési dolgozók szakszervezetének elnöke szerint a sínek olyan rossz állapotban vannak, hogy már alig bírják a terhelést. Tegnap háromszor kellett leállítani a 3-as metrót, de ma is volt fennakadás az észak-déli vonalon. Két ember hibája elég ahhoz, hogy tragédia történjen a 3-as metró vonalán, ezt mondta a Híradónak a Metróért Egyesület elnöke. Volt itt minden síntörés és kiégett metrókocsi is. Nem sokon múlt, hogy ne történjen tragédia. Röviden, tömören tehát volt munka bőven. Talán egy vasbetonvázas épületet hasonlítanám, amikor a vasbetonvázról mindent leszednek, minden
építészburkolatot, minden elektromos, minden gépizeti berendezést, ott marad egy csontváz, és újból kezdik építeni a házat. A városban talán nagyon sok ilyet látni, ez egy jó példa lehet, ugyanezt csináljuk a metróval. A majdnem 17 kilométeres metróvonalnak először az északi szakasza készült el 2019 márciusában, majd jött a déli állomások tavaly októberig tartó felújítása. Ezután a belvárosi rész munkálatai következtek tavaly novemberben. Utóbbi a legrégebbi szakasz, és ez található a legmélyebben is. Ráadásul, mivel a megállók a belváros közepén vannak, az is nagy kihívást jelentett, hogy egyáltalán hogyan szállítsák el a régi alkatrészeket. Ez csak a mozgólépcső alkatrészeinek a cseréjére szolgál. Hogy miatt alakítottak ki egy ilyen járatot? Így van, mert azokat a nagy fogaskerekeket, meg hajtóműveket több száz kiló másképp nem tudták kiemelni, daru be tud nyúlni. Régi ki, új be. Mintha csak Lego építő kocka lenne, az egyik 3 tonnás darabból álló mozgó lépcső elemet épp ott jártunkkor kezdték el betenni a helyére. Amíg nem helyezik őket üzembe, nem marad más, mint az ideiglenes lépcső. Folyamatosan biztosítani kell a fel- és lejutást. Ezen közlekednek naponta többször is le és fel a munkások, gyakran óriási máhával a hátukon, és ezen indultunk mi is le a 30 méteres mélységbe. A rögtönzött kardioedzés közben volt időm kifaggatni Tamást. Neked már az óvodában is metró volt a jeled? Igen. Komolyan? Igen. Én így emlékszem, de nem biztos, hogy az. Kiderült, szinte az alagútban született, a felmenői ugyanis mind a 3-as metró építésén dolgoztak. Nagyapám gépészmérnökként tervezésen az akkori építés, tehát a 70-es évek elején, utána pedig édesapám 70-es évek közepétől 90-es évek közepéig az üzemeltetésen, mint gépészmérnök. A lefelé tartó úton tudatosult bennem, hogy a hidegháború idején nem csak egy közlekedési eszközt terveztek a mérnökök, Budapest legnagyobb óvóhelyét is kialakították, ami baj esetén 220 ezer ember tud befogadni. 3 napra elegendő a víz, a levegő és az áram is itt. Most érkezünk meg a peronszintre. Most így menet közben rá sem ismerni egyébként az állomásra, és nehéz elképzelni, hogy fog kinézni, de azért sok helyen már látni a végleges burkolatot. Egy városon belüli városképet árult elénk, ahol szorgos kis hangyaként mindenki végezte a dolgát. A belvárosi szakasz felújításához egyszerre 800 ember összehangolt munkájára van szükség. Helyenként kábelek lógtak a levegőből, de a félhomályban azért már egészen jól kirajzolódott az, hogy hogyan is néz majd ki a Kálvin téri megálló. Magyarországon elsőként itt fognak majd ferdeliftet használni, ez már a helyére is került, de a sínhálózat egy része is megújult. Ugyanúgy, ahogyan az elosztóház is. Innen kap áramot az összes berendezés, aminek köszönhetően a metró közlekedni tud. Vadi új repülőgépekben is használt ventilátorokat is beszereltek, ezzel biztosítják a metró lélegzését. A metrókocsik érkezését azonban hiába vártam hosszú perceken át a peronon. Itt egyelőre csak az építési törmeléket elszállító dízelmozdonyok és a remízbe aludni betérő metrókocsik járnak. Mikor közlekedhet itt metró, ahol most állunk? Klinikák, Korvin egyed és a Kálvin térállomás 2022 tavaszán tud utasokat fogadni. A teljes középső szakasz pedig 2023 első negyedév végén. A metró felújítás egyik legnagyobb ellenségét, a régi időkben gyakran használt rákkeltő építőanyagot, az aszbesztet már legyőzték. Alig volt olyan zug, ahol ne lett volna belőle. Tehát gyakorlatilag itt volt az álmennyezet, és e fölötti légtérben igen, volt igen, azbeszt. Ezeket le kellett zárni. De mi az oka ennek? Ennek a pornak az oka az lehetett, hogy régen a járműveknek a féktárcsája azbeszt tartalmú volt, és a sorozatos állomási megállások, fékezésekből ez az azbeszt kiválhatott, és idővel, évtizedek alatt ez a por kilöpedett az álmennyezetben. Ez nem is annyira lepte meg őket, az viszont igen, amikor a falburkolatok bontása során régi újságok, a dohányzás károsító hatásaira figyelmeztető plakát és egy jól eldugott pénztárca is előkerült. Pénz már nem volt benne, csak egy diákigazolvány. A feltételezések szerint egy zsebtolvaj rejtette el a 80-as években. Hogy tudjátok kizárni a vizet?
A felújítás másik nagy ellensége az aszbeszt mellett a folyton előtörő víz. Annyira ellenségünk csak a víz, amennyire mi kezeljük, tehát beengedjük a vizet, és irányítottan elvezetjük, és a felszínre vezetjük, tehát nem elvárás. Kizárni, hanem inkább kordában tartani. Így van, így van, így van. Nem sokkal arrébb egy csobogó miniszökőkút is jelezte, van még itt teendő. Mindezek a kihívások azonban elenyészőek ahhoz képest, amivel a metróépítőknek kellett szembenézniük. A föld alatti megépítése után az 50-es években a 2-es metró, majd 1970-től a 3-as metró alagútjának építésekor. A geodéták jó munkáját dicsérte, amikor a két egymással szembefült alagút pontosan találkozott. Akkoriban ugyanis még bányászati módszerrel túlnyomás mellett dolgoztak a munkások, ami komolyan igénybe vette a szervezetüket. 16 éves koromban emlékeim még mindig előjönnek, és akkoriban egy sötét alagúton kellett végigmenni építés közben, térdigérő gumicsizmában, mert a víz majdnem a csizma szárán befolyt, magasan állt a víz, illetve teljesen bányászati módszerrel épült például a klinikák mozgó lépcső lejtaknája. A szakmai gyakorlata alatt is az alagútban kúszómászó Tibor az iskola befejezése után is a 3-as metró építésén dolgozott. Majd volt némi kitérője a hidak világába, ezután pedig jött a 4-es metró építése. A sokat látott mérnök nagy álma az, hogy még egyszer az életében részt vehessen egy új metró kialakításában. Lát rá esélyt, hogy ez megvalósul? Kisebb fejlesztésekről tudok, olyan fejlesztésről azonban nem, amely egy új metróvonal teljes kiépítését tartalmazná, de indokolt lenne a 4-es metró meghosszabbítása és leginkább a 3-as metró évtizedek óta terbe vett továbbvezetése Káposztás megyeréig. Azt már én teszem hozzá, hogy nem hallottam még olyan metróvonalról, ami 4 év alatt elkészült volna. A politikusok viszont általában ennyi időben gondolkodnak, márpedig egy ilyen beruházáshoz politikai akaratra van szükség. Sokan el sem tudják képzelni, hogy milyen lehet a föld alatt dolgozni, porban, lámpafénnél és természetes levegő nélkül, mindez napi 12 órában. Ráadásul úgy, hogy ahhoz, hogy egyáltalán eljussanak a munkahelyükre, 123 lépcsőfokot kell megtenniük. Igazi vérverejtékes munka ez, le a kalappal előttük. A heti naplóban György Gabriella riportját látták.